Negyedik alkalommal ült össze a kábítószerügyi egyeztető fórum Dombóváron, ahol Gábor Zoltán rendőr alezredes, a KEF társelnöke ismertette a napi rendi pontokat. Több napi rendi pontunk volt, az egyik az egy pusztán technikai, egy alapszabályt módosítottunk. Szó esett a kábítószeres világnap általunk megrendezett és megtartott rendezvény sorozatára, illetve az azzal kapcsolatos tapasztalatokra, főleg diákok szemszögéből, és a kortárs oktatással kapcsolatos aktualitásokat beszéltük meg. Úgy néz ki, hogy egy újabb tagintézmény csatlakozik a kortárs oktatókhoz, illetve a kortárs oktatók tudásának a napra készítételének a részleteit, illetve az azzal kapcsolatos új ismeretanyagot, különös tekintette az elvbára. Az ülés alkalmával a nyár elején megtartott kábítószer ellenes világnapi rendezvényük tapasztalatait is átbeszélték a tagok, egyhangulag megállapítva, hogy pozitív volt a visszajelzés a rendezvénnyel kapcsolatban. A diákok részéről nagyon sikeresnek mondhatjuk, legalábbis azok a visszajelzések, amik több száz diáktól érkeztek, mert 250-300 fő vett részt ezen a rendezvényen, az mind-mind nagyon pozitív visszajelzésnek mutatkozik. Úgy a rendőrség, hogy az egyéb civil oldalon megtartott programpontok is úgy néz ki, hogy elnyerték a tetszésüket. Voltak pályázataink is díjazottakkal, hál' Istennek átlagon felül részvételi arányjal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a rendezvénysorozat folytatódni fog. Már csak azt kell majd megbeszélnünk, hogy a jövőben milyen egyéb rendezvényekhez tudjuk ugyanezeket kapcsolni, de én úgy gondolom, hogy mint ahogy most is megegyeztünk egy új rendezvény megtartásában, ez egy szakadatlan gyakorlattá válik. A most megrendezésre kerülő autómentes világnap, és ennek a keretében, ugye szorosan kapcsolódik ez most a kábítószerügyi egyeztető fórum mostani programpontjaihoz, ennek a keretében már a kortárs oktatók, illetve azok a diákok is részt fognak tudni venni, akik különösen fogékonyak ez iránt a téma iránt. A kortárs képzés folytatásáról is tárgyaltak a fórum alkalmával. A Dombóvári I. és Gyula gimnáziumban elindult kezdeményezés népszerűnek bizonyul. Kortárs oktatóknak a személye és az ő habitusa egyfajta garancia arra, hogy a gyerekek egymás között és az egymást megismerve szembesüljenek azokkal a problémákkal, amik nem csak a kábítószer fogyasztás, de minden olyan szenvedélybetegséghez kapcsolhatók, meg az ő mindennapjaikat áthatják, hogy veszélyeztetni tudják. Nyilvánvaló, hogy egy olyan korosztály, aki önmagának ad elő, és a saját intézményükben, a saját diáktársai körében tudják ezt az ismeretanyagot kamatoztatni, sokkal hitelesebb, mint jelen esetben egyfajta felülről jövő kezdeményezés. Én úgy gondolom, hogy az ő megjelenésük, az ő tudásanyaguk és az a fajta személyre szabása, hogy ezt előadni tudják, egyfajta garancia arra, hogy ez eljusson mindenkihez. Ezek természetesen törvényes képviselők beleegyezésével történő oktatások, egy 5x2 órás módulon mennek keresztül a diákok. Az aktivitás és a jelentkezési hajlandósága azt kell mondjam, hogy hál' Istennek sokkal nagyobb, mint az, amit most ki tudunk szolgálni, hiszen ezeknek a tanóráknak vagy előadásoknak a célja az, hogy mindinkább személyessé is interaktívvá tegye ezt a fajta oktatást. Semmiképpen nem nagy plénum előtt megtartott előadásokról van szó, csoportos foglalkozásokról, ahol játékos, de egyébként abszolút komoly feladatokkal vezetjük be a diákokat elsősorban az előadókészségnek a fejlesztésébe, és másodszorban pedig, ha az megvan, akkor nyilván azoknak az ismeretanyagoknak az átadására, amik a szenvedélybetegséghez köthetők. A megbeszélés alkalmával a hazai illegális piacon egyre nagyobb teret hódító, eldobható elektronikus cigarettáról is szó esett. Egy központi ismeretanyagot fogunk leoktatni tulajdonképpen minden vonatkozó oktatási intézményben, illetve olyan civil szervezeteknek a körében is, akik erre igényt formálnak. Igazából önmagában a köztudatba kerülés az reményem szerint ezután az oktatás után, vagy ezek után az oktatások után hathatóssá válik, és az ezekkel kapcsolatos jogszabályi aggályok is igazából tisztába kerülnek abból a kontextusból, hogy tulajdonképpen mi is az elvbár, milyen jogszabályi háttere van ennek a szabályozásnak, illetve mit tehet egy pedagógus, egy szülő, illetve maga a diák is akkor, hogyha ilyesmit tapasztal. Egyébként ezt az ismeretanyagot is két részre bontottuk. Az egyik része kifejezetten a pedagógusoknak és a szülőknek szól, a másik része pedig a kortárs oktatók körében kerül
népszerűsítésre, ők is fel tudnak készülni ebbe, és megfelelő módon előadni ezt a saját diáktársaiknak. Azt gondolom, hogy igen fontos az, hogy ezt a kettőt külön válasszuk, mert teljesen másként kell megszólítsuk a gyerekeket, és másként kell megszólítsuk a szülőket, illetve a pedagógusokat, akik ezzel a jelenkori problémával szembesülnek. A fórum egyhangú döntése értelmében kampányt indítanak az elektromos cigaretta negatív hatásairól, amely súlyos egészségkárosodást okozhat a fiataloknak.